Göröcs János 1956-ban mutatkozott be a Vasasízó ND2-es csapatában, majd 18 évesen innen került az újpesti Dózsába, ahol 15 éven keresztül rúgta a labdát lila-fehérben. Valami más, mintha 100 hangon szúg a biztatás. Rajta sportársak, mert a Dózsának győzni kell, veszteni nem szabad. Senk a szóhaj... A főkerülök a raktár ellenőrzés leltáriroda osztályra, a Konkoly Béla bácsi mellé. Ő ült így a széken, mint én meg egy sámlin ott ültem mellette az irodába. És akkor mentünk ellenőrizni, ez az amaz, a futballról soha nem beszéltünk. Meg tőlem sem kérdezett soha semmit, hogy hogy játszottál, mint játszottál. Egyszer csak azt mondja nekem, gyere, kimegyünk külső raktárt ellenőrizni a Megyeri útra. Hát ez kamu volt, kimegyünk, sétálunk mondjuk 5 perce már a pálya fele, volna-e kedved a Dózsába átjönni? Mondom, micsoda, hát minden lenne kedvem. Azt mondja, akkor itt írd alá ezt a üres átigazolási lapot. Aláírom, és mondja, hogy mit kapok. Kapok egy lakást, egy öltöny ruhát az Árpád úton fogják, nem tudom hány szám alatt a mozival, alkotmánymozival szembe megcsinálni, és minden héten egy kiló dióhé el kell menned a összekötő vasúti híd alá egy zöldségeshez. Most a diós győri pár télsebesen fut előre, aztán benn van a labda középütt Albertnél, majd Göröcs kapja, Göröcs jobban lő, gól! Óriási csapat volt a Török Gabi, aki szintén ott lakott a környéken, ahová én is később azért bekerültem. A Török Gabi, a Várhidi Pali, a Sóvári, a Solymosi, hát a nagyokról nem is beszélve, a Szuszáról, a Aspirángusztő, a Tóth Miska, a Nagykarcsi volt a jobb szélső, később a Bencsics is jött, de hát nem mertem tegezni őket. Az újpesti Dózsa lendületes támadásokat vezet, Göröcsnél van a labda, betör a 16-oson belülre, Villazsár kézzel visszarántja. A játékvezető azonban ezúttal nem ítél 11-est. Aztán újabb ferencvárosi támadást látunk, Sóvári előbb fejjel, aztán Borsányi szépen ollózva, Hári, Rossinál, a bal szélsőnél van a labda, maga elé teszi fejjel, áttör a ferencvárosi térfére, Lenkei kapja meg a labdát, meleg a helyzet, a ferencvárosi 16-oson belül, Havasi azonban szabályosan szerel. A játékvezető azonban a 11-es pontra mutat, legalábbis vitatható 11-es. Solymosi lő, gól! Az újpesti áruházba vettem a bútorokat, és mikor odaért a Pali, ki kellett töltenem egy papírt. És odaértem ahhoz, hogy foglalkozása, jött velem egy haver, mondom, Patkár, mit kell ide beírt? Szóval írd be, hogy jobb összekötő. Be is írtam. Ötszörös magyar bajnok és kétszeres kupagyőztes volt a csapattal, 339 élvonalbeli mérkőzésén 109 gólt rúgott. Sokat voltam párba Szuszával, ugye azt nem kell mondani, hogy ő hogy rúgott. És lestem mindig, hogy bánik a labdá, hogy rúgja meg. Én meg aztán edzés után mindig gyakoroltam egy kicsit, meg így, meg úgy. Aztán meg lehetett tanulni. És aztán, hogy kell alá rúgni a labdának, hogy az ne előre menjen, hanem egy kicsit megálljon, hogy becsapja a kapust vagy a védőt. A magyar válogatottban 1958 és 1970 között 62 alkalommal szerepelt, és 19 gólt szerzett. Az életem egyik legjobb meccse volt a Svédország, 3-2-re nyertünk, én rúgtam 2 gólt, sőt a gólpaszt is én adtam a Csikarnak, nagyon jól játszottam. Rengyesi szögletet ível be a kapus, kiöklözi a labdát, Tíny a kapu torkából, Larson kifejeli a labdát, újra ott van azonban Tínynél, újabb lövés, kapufa éléről vágódik le a labda, aztán Göröcsé, Görös rátúrja, a kapufa megint segít, újabb magyar támadás, Göröcs lő, gól! Nagyszerű gól, 2-0 az eredmény Magyarország csapata javára. A második félidőben is folytatódnak a pazar magyar támadások, mintha golyós csapágyon gördülnének, úgy mennek előre az akciók. Ott van Szennyvesinél a labda, aztán Tihé, egy vonalban fut az 5 magyar játékos, Albert kapja meg a labdát, aztán Göröcsé, Görös elhúz a kapus mellett, lő, gól! Rutinos játékosoknak is dicséretére válna, hogy Görös a hálóba lőtte a harmadikat. A 8-at rúgtunk a
a svájciaknak, a svájci retesz, ugye, akkor még élt. Ragyogóan játszottunk, nekem nagyon, ott is rúgtam az elsőt, meg az utolsót. A 16 másodpercben már én rúgtam az elsőt, vezettünk meg a 90-be, de a Tihinek adtam 4 gólpassz, de olyat, és 80-90 ezer ember. Már indul is a játék, amelynek 90 perces történetéből mi a 8 gólt 90 másodperc alatt mutatjuk be. Számoljuk csak, ez az első görög gólja az első percben. Aztán megszerezzük ismét a labdát. Ott van Tihinél, nem messze a félvonaltól. Tihi nagy lendülettel tör előre vele, aztán lövésre szállja el magát, és már ez a háló, megvan a második. 2-0 az eredmény. Sok ilyen nagyszerű, remek labdát kérünk, kedves Tihi Lajos, a németek ellen is. Sándornak már nincs más dolga, mint a remek befejezés. Ez volt a harmadik. És Albert, ő vajon kimaradt? Szó sincs róla, hiszen ott van a labda Göröcsnél, aztán Albert kapja, nagy lövés, és megvan a negyedik. A közönség elégedetten figyeli a kitűnő játékot, és most 10 percek következnek. Előre tör a bal összekötő, nagy lövés, ez volt az ötödik. Tihit nem lehet föltartani ezen a mérkőzésen. Megint ő kapja a labdát, ballábas lövés, és megvan a fél tucat. Grosics boldog, a mosolyog, hiszen kitűnően játszik a csapat, és ő a kapitány. Aztán megint a mieink lendülnek előre, ott van Tihinél a labda, bődületes erő, lövés, majd kitalítja a hálót a hetedik gól. Újabb lendületes támadások után a svájciak ellentámadását látjuk. Alemán középre vágja a labdát, Meyer a bal összekötő előre tör, de Sipos határozottan biztosra hárít, és megkapja a labdát Göröcs, szépen elhúzza a kapus mellett, és begurítja a hálóba a 8. magyar gól. A németeket megvertük a Népstadionban 4-3-ra, 4-1-nél engem megint csak lecseréltek a Bozsik miatt, mert akkor megcsinálták, akarták megcsinálni a 100. meccse, hogy legyen meg, minden, akkor is én voltam az áldozat, mindig engem cserélt. A franciákat Párizsban megvertük 4-2-re, olaszokkal 0-0-t, a angolokat megvertük 2-0-ra. Tehát marha jól játszottunk, na, úgy mentünk, mint a titánok. Enyvesi doktornál van a labda, szépen előre tör a bal szélső, aztán átível a másik oldalra, Sándor lefeje a labdát, Göröcs lő, gól! Enyvesi doktor kapja meg a labdát, elhúz, beivel középre, a kapus kiüti, Monostori tovább fejeli a labdát, Göröcsi, Göröcs beivel középre, Tihi fejel, gól! Végre újra válogatott mérkőzés Budapesten. Ezúttal Belgium labdarúgó csapatát látjuk vendégül. A magyar csapat kezdi a játékot, és rögtön feltűnik, hogy a két fiatal, Tihi és Göröcs milyen pompásan megérti egymást. Göröcs tör előre, de a 16-oson belül szereli. Rövid a felszabadító rugás, Sándorig jut a labda, és most megfigyelhetjük a magyar csapat jobb szélsőjének jellegzetes jeleit. Száll a beadást, Tihi kapja meg a labdát, egyből kapásból lő, de a hátvéd fejét érintve száll ki a labda az alaponalon túlra. Érik a magyar gól. Megint Bundzsák, a mező legjobbja vezeti fel a labdát, élvezett nézni a játékát, és amíg ez a néző cigarettára gyújt, Göröcs 25 méterről lő, gól! Most nézzünk meg néhány magyar szempontból biztató mozzanatot a Magyarország Német Demokratikus Köztársaság világbajnoki selejtező mérkőzésről. Az első negyed órában a magyar csapat jól játszik és sokat támad. Kotászi a labda, előre teszi Alberté, Albert balla, lő, gól! Remek támadás, nagyszerű gól! A második félidő első 20 percében jól játszik a magyar csapat, és különösen Albert van elemében. Göröcsé a labdája, lövés, gól! 2-0-ra vezetünk, és továbbra is a magyar csapat maradt támadásban. Az 1961-62-es kupagyőztesek Európa kupája kiírásban a sorozat gólkirálya lett, és egészen az elődöntőkig vezette az újpesti csapatot. Az 1968-69-es Vásárvárosok kupája sorozatban a döntőbe jutott a gárda, ahol a Newcastle United vívta ki a győzelmet. That's a good ball, Garas. Garas going through fast. There's the shot, it's in the goal! A beautiful goal! Göröcs Jánost munkájának elismeréseként 1994-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztjé keresztjével tüntették ki, 2008-ban Újpest díszpolgára, 2015-ben Budapest díszpolgára címet kapott. Újpest díszpolgára címben részesül Göröcs János, egy ország titie, labdarúgó, szakedző, olimpikon. Újpest után még Budapesti is lettem, hát ez óriási öröm, meg kell, hogy mondjam, főleg azok után, hogy olyan három ember kapta meg előttem, mint a Puskás Grosics, meg az Albert. Hát örülök neki. 2015-ben a Magyar Érdemrend középkeresztjét,
majd tavaly az MLS életműdíját kapta meg. Titi, és nem Titi bácsi, többször is kikérte magának a bácsizást, azon kevesek egyike, akik nem csak részesei, de egyben főszereplői is voltak a magyar labdarúgás egyik fényes, sikerekben és eredményekben gazdag időszakának, a 60-as évek futballjának. Az aranycsapatot követő úgynevezett megypirosak vezére volt, nem csak a pályák labdaművésze, hanem a közönség kedvencének is számít. Valami más, mint ha 100 hangozó a biztatás. Rajta sport!